Hívei, azért gyűltünk össze, mert tegnap találtam az uszodában ezt a jó kis papi hacukát. Röhögök, mert a pap biztos úszó gatyába ment haza. Meg kéne nézni a templomban, ahogy fecskében misézik. Remélem, jól áll az atyának a gatya. Agyez, bugyez. Elnézést, elnézést, ez ugye még nem az esküvő része. Milyen esküvő? Hát a mi esküvőnk. Házasságot ígértem volna magának. Nem maga nősül meg, hanem csak én. Jaj, de megkönnyebbültem. Na és kit vesz el? Vagy nem vette észre, hogy egyel kevesebben van? Önző dolog az ilyesmit egyedül csinálni. Ráadásul nincs rá semmi garancia, hogy 7 év múlva nem hidegül el önmagától szexuálisan. Elég hülye válók az, hogy tisztelt bíróság, már nem gerjedek magamra. Elnézést, én nem önmagamat akarom elvenni. Örülök, hogy sikerült lebeszélnem erről a marhaságról. Ez esetben. Híveim, azért gyűltünk össze, hogy az itt jelenlévő pár jelenlévő tagját a házasság szent kötelékében egyesítsük a mellette álló levegő oszloppal. Bár itt majd a másik fél akar elválni, mondván, tisztelt bíróság, a férjem levegőnek néz. Ne szórakozzon velem, még be se jött a mennyasszony. Sejtettem, hogy nő van a dologban. Persze, hogy van, hát mindjárt jön. Hát már itt is van. Drágám, végre megjöttem. Mindjárt kezdődhet a szertartás. Itt várlak, siessék. Áj! A dándog nem jöhet be a templomba. Milyen dándog? Hát, amelyik az imént benézett. Az nem dándog volt, hanem a feleségem. Elnézést, innen dándognak látszott. Nyilván rossz szögben esett rá a fény a hölgy pofájára. Remélem, nem nyálaszta össze a kövezete. Ne feledkezzem meg róla, hogy a feleségemről beszél. Te jó ég, már el is vette. A polgári szertartás már megvolt. Értem, de ugye nem írt alá semmi. Dehogy nem. Legalább elolvasta, hogy mit ír alá. Hát az ember nem szokott az esküvőjén olvasgatni. És mi van, ha az állt a papíron, hogy ön vett az anyakönyvezetőtől egy dándogot? Miért akart volna eladni nekem az anyakönyvvezető egy rohadt dándogot? Mit tudom én, lehet, hogy nem szobatiszta, majd ha hazaérnek, akkor kiderül. Nézd, én teljesen fel vagyok háborodva, megyek és paraszt tesz. Megértem, én se szeretnék egy olyan nővel együtt élni, aki rendszeresen a szőnyegre húgyozik.